Az Aramis együttesét látta vendégül a Dunafer DF Rena Alpin FC futsal csapata az NB1-es felsőházi rájátszás hétfői játéknapján. A hazaiak remekül kezdték a találkozót, hiszen Aradi góljával már a 10. percben megszerezték a vezetést. A dunaújvárosiak remek védekezésének köszönhetően a vendégek nem tudtak nagy helyzetet kialakítani, így a félidőben Baranyai Pál tanítványai álltak közelebb a győzelemhez. A második felvonásban nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt az Aramis, gólt azonban csak a 25. percben szereztek a vendégek egy szöglet után. A 37. minutumban egy szabálytalan hazadást követően pedig már a budaörsi egyletnél volt az előny. A hajrában Baranyai Pál a kapus helyett is mezőnyjátékost küldött be, de ez megbosztulta magát, ugyanis Klacsák az utolsó előtti percben az üres kapuba lőtt, eldöntve ezzel a 3 pont sorsát. A helyzeteket be kell rúgni, nagyon kevés helyzet van itt a rájátszásban, már a felsőházban főleg egyre kevesebb lehetőség az a kapu elé kerülni. Volt, én azt gondolom, néhány olyan zicser, amit lehetne 100%-osnak is nevezni, és most ezeket nem rúgdaltuk be, nem mentek be. Ezek a kimaradt helyzetek, ezek megbosszulták magukat, és sajnos gól nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. Az NB1-es bajnokság felsőházi rájátszásának második fordulóját március 30-án hétfőn rendezik. Baranyai Pál együttese Győrbe látogat majd, ahol a Rába Eto gárdája ellen lép pályára. Kedves közönség!